Addig viszont a hideg reggelek után nagyon kellemes nappalok várhatók, és a következő órákban erőteljes fölmelegedéssel számolhatunk. Fontos tudni, hogy most még sűrűsödnek a ködfoltok, és egy-egy útszakaszon akár több ilyen ködös szakaszsal is találkozhatnak, ami sajnos mindenképpen megnöveli a ráfutásos balesetek valószínűségét, hiszen aki éppen egy ködfoltba halad bele, hirtelen fékezni kényszerül, míg a ködmentes területről utána érkező félő, hogy utolérheti. Gondoljanak erre, kérem, számoljanak mindenképpen ezzel a hatással. A mai nap során tehát különösen délutánra felhősebb idő valószínű, mint eddig. Említést érdemlő eső azonban nem valószínű. Kis átmeneti záporeső vagy csepergés a következő napokban ugyan előfordulhat, de a legvalószínűbb, hogy a reggeli ködöt leszámítva nagyrészt száraz időnk lesz. Ez a hétvége kifejezetten alkalmas tehát a kinti szabadtéri programok megszervezéséhez, kint tartózkodáshoz. Lehetne akár egy jót kirándulni is, esernyőt cipelni, emiatt nem lenne célszerű, öltözködni pedig tehát a napközbeni vénasszonyok nyara jellegű időjárásnak megfelelően célszerű. Nagyon valószínű, hogy szerdán érje el az északnyugati országrészt a sok felhővel a hidegfront, és ennek következményeként a hét második felében valószínű nagyobb részt felhős idő, és akár tartósabb eső is a hét második felében alakulhat ki, kezdetben a nyugati országrészben, majd pedig a keleti tájakon is, és nagyon valószínű az is, hogy a hőmérséklet mérséklődése is csak a hét második felében következhet be a nyugati országrész után, majd az Alföldön is. Kismértékűnek látszik most ez a folyamat, ez a lehűlés, és fontos tudni, hogy addig viszont fronthatás nincs, és egyelőre még nem is várható fölöttünk. A következőkben pedig, aki éppen a szabadba készült, tudjon róla, hogy van még virágpor a levegőben, elsősorban a parlagfű, a fűfélék és a csalánfélék virágpora az, amely jelen van, és ezek közül is persze elsősorban a parlagfű az, amely érzékenyé tehet sokakat, így aztán aki tartósabban kint lesz a szabadban, mindenképpen szemcseppet, orrcseppet célszerű magával vinni, figyelmeztet erre orvos-meteorológusunk dr. Cegédi Zsófia. A következőkben tehát nagy változás nem várható, és az időjárás bizonytalanná majd a hét második felében képes válni, addig tehát nagyon komoly bizonyossággal számíthatunk arra, hogy Nyugat-Európa fölött ott lévő ciklon egyelőre még lassú mértékben közeledik csak hozzánk. Nagy a megosztottság Európában, mert míg nyugaton a hőmérséklet csak 20 fokhoz közelít a délutáni órákban, addig éppen a Kárpát-medence az európai középső légtérnek az egyik legkellemesebb helye hőmérsékleti szempontokat is tekintve. Hogyha valakit az érdekel, hogy a sánkhai autóversenyen éppen milyen esélyekkel indulhatnak, mert jelezték nézőink, hogy érdeklődnének sánkhai időjárása felől is. Most nagyon valószínű, hogy éppen az autóverseny időszakában csak kis csepergő eső a legvalószínűbb. Nálunk most még ebben sem kell számolni, de a legfontosabb, hogy a következő reggeleken is lesznek sűrű ködfoltok, és miután most már a levelek is hullanak, emiatt csúszóssá válhat a hőmérséklet mellett az út, és nem természetesen csak az a pára lecsapódás az, amely komoly veszélyt jelenthet, a csúszós útszakaszok emiatt alakulhatnak csak ki. A következő időjárás jelentés egy óra múlva, akkor bővebb kiegészítésekkel, város előrejelzésekkel is jelentkezünk. A mai napon tehát bár lesz felhősödés, említést érdemlő csapadék nélkül, nagy szél sem várható, a hőmérséklet pedig délután kellemesen alakul, 24 fok körül, és így kívánok Önöknek derűs vasárnapot. Padon láttuk ezt a szigligeti darabot, azt hiszem a Tolnai Klárival, meg a Ladányival, ami nagyszerű volt, és utána a Makkarcsi elhatározta magát, hogy ezt filmen megcsinálja. És így kerültem én a képbe, a vizsgámat rendeztem Debrecenben, és Mésző Dezső, aki a Lilium Finak a forgatókönyvírója, ott volt, és Karcsi akkor már kipróbált nem tudom hány főiskolást, és egyik se tetszett neki, és a Dezső telefonált neki Debrecenből, hogy megtalálta a Mariskát. Ez volt maga. Igen. Hát igen, ez tényleg volt. Egyetlen egy filmje sincs meg otthon? Tehát ha most mondanám, hogy nézzük már meg a szegény gazdagokat. Nem tudná betenni a videóba? Nincs. Most szereztem meg a Karcsitól a Egy hét Pesten és Budán, mert a
Darvas Iván az egyik kedvenc színészem, nekem is. Vagyunk így egy pára. És a Mari, Törőcsik Mari, olyan, és egy új színésznő, akit már egyszer láttam, de nem tudom, hogy miben, Nagy Kálózi Eszter, olyan csodálatos, hogy Karcsi remek, remek rendező. És majdnem úgy érzem, hogy a szerelemnek a folytatása ez a film. Csodálatos. Ez ilyen történelem, mind a kettő. Hát igen, művésznő drága, nagyon-nagyon szép.